Folytatjuk az előző adásban elkezdett beszélgetést Lakatté Károly író, futballpublicistával, a világ legjobb sportjáról, a fociról és természetesen a Fradiról. Ugye idén 125 éves a Fradi, úgyhogy a Fradival is foglalkoznánk egy kicsit, foglalkoznék egy kicsit. Ez mennyivel jobb téma. Ugye? A Fradi? Igen. A Fradi? De még maradnék ott egy picit, hogy... De a Fradival kapcsolatban, bocsáss meg, elnézést, a legcsúnyább dolog, amikor a vendégbe lesz a műsorban. Én fordítva szokott lenni, a műsorvezetők vágnak állandóan az izé szavában, nem a vendég a műsorvezetőjébe. De most megteszem, mert ez nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy én már legalább jó 2 vagy 3 éve, és ebben semmi nagy képvisködés, vagy túlzás, vagy mert emberekként és műsoronként tudom igazolni. Nagyon-nagyon rangos műsorokba hívtak beszélgetni, életútpályát összegezni, adott aktuális témákról interjút adni. A legkategorikusabban és legegyértelműbben mondtam vissza mindegyiket, mert én úgy éreztem, hogy előtt egy olyan pont, amikor már ezt át kell engedni a fiataloknak, mi már lejátszottunk, lejárt lemezek vagyunk, de itt most egy óriási különbség volt, és ez nagyon fontos, itt a Fradi hívott. És a Fradinak nem mond nemet az ember. Igazából ez csak a 9. kerület. De akkor vedd azt, hogy a 9. kerület hívott. Én nekem, tudod mi az érdekes? És ez pont a 9. kerület alapján jutott eszembe. 73 éves vagyok, 73 évet éltem Budán. Egy másodpercig nem éltem Pesten soha. 73 éves vagyok, 55 vagy 60 éve dolgozom, nem 60. Egy másodpercet nem dolgoztam Budán, csak Pesten. A Pesten is meg tudom mondani azt a 4 kerületet, ahol dolgoztam. Egyik se hagyott bennem igazán mély emlékeket. Egynek van olyan üzenete, hogy fel kell öltözni, össze kell szedni magam, és mindenképpen el kell jönni, az a 9. kerület. És bizonyíthatom, hogy tényleg megtettél mindent, mert... Mert annak nem. Egyszerűen a Fradinak, illetve a 9. kerületnek az a hívó szava, az legalábbis nálunk családilag szent. És Föli, még egyszer megköszönöm egyébként, így műsoron belül, műsor közepén megköszönöm, hogy följöttél ide a második emeletre is. Ez volt a legnehezebb. Mert ez volt a legnehezebb, igen, a könyvedben szerepel is, hogy miért, ezt nem áruljuk el, ki kell olvasni. És még annyit elárulok, hogy magamról is, de ezt már elárultam műsoron kívül is, hogy ennek a műsornak, hogy én vezetem, egyetlen feltétele volt, fradista legyek. Hát ez ezt az egyet tudom is. És ez látod, egy nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam neked, nem csak úri gesztus a megbízóid részéről, hanem egy újszerű gesztus is. Mert én például 50 éven keresztül kell, hogy újság, most már nem, én 55 évet vagyok sportújságíró, de nekem soha nem szabad úgy írnom, hogy én Fradi párti vagy Fradi szimpatizáns vagyok. Ez egy sokadik kérdés lett volna, de mert az egy kérdezem. Tehát akkor soha nem írtál úgy, hogy fradista vagy? Nem, az nem. Nagyon áttételes, amit mondok, de visszafejthető. A Verebes Jóskától tanultam azt, hogy aki szurkol, az nem nézi a meccset, nem látja a meccset. Tehát ő például mindig farccal ült, így nézte végig a 5-0-ás győzelmeiket is, meg a 5-0-ás vereségeiket is. És mindig mondtam, hogy te, aki 1000 lángon égsz az öltözőbe, a meccset hogy tudod ilyen póker arccal, ilyen vigyázásra? Azt mondja, apukám, azért, mert ha elkezdenék szurkolni, hogy a Mille nem szerelte le már megint a nyilasít, meg a mit tudom én micsodát, elveszik az egész szituáció, nem emlékszem rá, nem tudom kielemezni. Magyarul, aki szurkol, az nem látja a meccset. Na most ugyanígy vagyok én a Fradival, hogyha én, jaj, mellé ment a Varga Barna lövése, akkor nem nézem azt, hogy miért is ment mellé. Ki volt az, aki nem váltott rá? Ki volt az, aki rosszul csúszott be neki? Tehát az ellenfelet nem veszed figyelembe, nem látod. Egy csapatod. Egy igazi szurkoló. Egy csapatod. Na, de hát ezt nem szabad. Ez az újságírónak soha nem szabad szurkolóvá válnia.
Pedig? Nagyon nehéz. A magyar válogatottat tudni kell úgy nézni, hogy az ellenfelet is lásd. És képes vagy így nézni? Igen, igen. Látni kell az ellenfelet, mert különben tényleg szurkolóvá válsz. De egyébként fradista vagy. Hát nem tudom, hogy a gyökereit az ember nem tudja megtagadni. Akinek az apja úgy jött el 1930-ba, úgy jött el Győrből, ilyen átlóba utazta át az országot, Szegedre ment egyetemre, hogy azt mondta az édesapjának, aki egy egyszerű lakatos ember volt, esztergályos, a győri vagon és gépgyárba egy gépen dolgozott a Vörös Bárónak hívott horvát edével. Igen. Délelőtt a nagyapám, délután az ede. Tehát őtőle jött el úgy, hogy azt mondta, hogy édesapám, én válogatott játékos, én tanár, fradista és válogatott játékos szeretnék lenni. És ezt mind a hármat így sorba be is váltotta, és meg tudta tenni, vagy megvalósította a gyerekkori álmát. Szóval akinek az apja ott játszott 43-tól 54-ig. Én, aki ott voltam, Fradi, vagy Kölyök 3, Kölyök 2, Kölyök 1, Ifi 3, Ifi 2, Ifi 1. Szóval hogy tagadhatnánk meg a nagyapám? Igen. Azt tudod, ki volt a nagyapám? Igen, pontos. Hát most lelőtted a kérdésemet. Ja, hát akkor most hogy? Igen. Mit tudnál mondani a béközé belső zászló tartójáról? Hát ő volt az én anyai nagyapám. És ott is van. Az én anyai nagyapám Horváth Sándor fogja ott azt a lécet, aki ez volt a mai béközépnek ez a bölcsője. Hogy nem a tanár úrral kezdődött, hogy valaki fradista lesz, vagy a te fradistaságot, hanem igen, már hát tulajdonképpen a nagyapám. Három generációs fradista. Vagy itt ül az unokád négy generációs, igaz? Igen, négy generációs. Átörtem a hatodik falat is. Igen, igen, de hát ő most már miután a Vasasba játszik, tehát most már ő neki a Vasasnak kell. Ez egyesület. Igen, de ő neki már neki hivatalból és szívből is a Vasasnak kell szurkolnia. Ha benne játszik. Igen, a Fradinak kell úgy egyébként, és más sportágban, a futballban nyugodtan szurkol. Szóval, és érdekes ám ez a szurkolás, tudod? Én nem tudom, te hogy vagy vele, meg ki, hogy intézi ezt a maga lelkébe, hogy nem csak olyan szurkolás létezik, hogy agyvérzés kapok attól, hogyha nem verjük meg a Puskás Akadémiát a hétvégén. Akkor valamit hűhet, akkor valami borzalom van, akkor csőd, akkor hagyjuk abba, akkor zavarjanak el mindenkit, akkor na most engem speciál, hogy megverik a Puskásokat, nem verik meg, teljes mértékben hidegen hagy, de ettől még a gyökereim a legmélyebben a fradisták. Igen, ezt már többször próbáltam ebben a műsorban is elmondani, hogy valójában nem azért megyünk meccsre, hogy feltétlenül csak az eredmény és a győzelmet hajszoljuk ki, hanem inkább azért, hogy oda tartozzunk, eldumáljunk a haverokkal, én legalábbis igyak is egy jó sört, vagy kettőt, többet nem, és valóban a Ferencváros szeretete az, ami levisz minket. Ez pontos, igen, és ez egy egészen különleges, és semmi máshoz nem hasonlítható érzés. Én pontosan azért, mert édesapám az edzői pályán futott be igazán nagy karriert, és nagyon sok csapatnak volt az edzője. Na most, hogy a motiváltság, mint tényező, milyen sokat játszik egy család, vagy éppen egy fiatal gyerek életébe, vagy egy felnőtt fiatal ember életébe, de ha hiszed, ha nem, volt olyan, amikor mi apámmal összefogóckodva, ketten, szívből drukkoltunk a Fradi ellen. Mert éppen a Tatabányánál volt edző, apám, az Üllői úton játszottak, ha a Tatabánya nyer, akkor biztosan bennmarad. Hát kinek szól, hát kinek drukkoltunk volna, ha nem a Tatabányának, igen. Akitől akkor a pénzt kereste, igen. Aki a kenyerét adta,
És teljesen döbbenten álltunk, hogy hogy tudunk itt állni. Egy öltözőbe álltunk, a vendégöltözőbe, ott fel kellett állni egy padra, mert csak akkor látták ki, egy pici ablak volt az öltöző falába vágva, és akkor láttál rá a pályára, de úgy, hogy fel kellett ahhoz állni a padra. És egymást soha nem felejtem el a képet, egymást szinte áttörelve állunk, és számoljuk a perceket, hogy na, lefújták, már vége van, már megvan. És mindezt úgy mondta Fradi kárára, mert hát a Tatabánya vezetett 2-0, és a végén ennyi is lett az eredmény. Mondjuk az első beszélgetésünk, még telefonos beszélgetésünkkor mondtam, hogy egy közhelyes sztorit sem szeretnék előni a tanár Lakat Károlyról, az édesapádról, a tanár úrról, mert annyi mindenki ismeri, és szinte mindenki ismeri ezeket a sztorikat. Akkor itt van a Tatabánya, és azt hiszem, hogy nála volt a legjobb, az egyik legjobb sztori a Real Madrid ellen, amikor az a híres beszéde. A meccs előtti híres beszéde, hogy is van az, hogy úgy állunk föl, mint a Békés Csaba ellen. És azt hiszem, meg is nyerték azt a mérkőzést. Kettőre nyert is a Tatabánya, igen. A Real Madrid. Tehát, hogy de volt ennek még története időszak, van. Igen. Szóval ennek nagy erős története van, mert senki nem értette, szóval hogy ez miért történt. Ha akarod, akkor elmesélem. Picit beszéljünk, egy nagyon picit. Beszéljünk Lakat Károlyról egy picit. Érdekes, ez speciál, ez nagyon nagy karriert futott be az interneten, ez a Real Madrid előtti beszéde. Ugyanis a sorsolás pillanatától kezdve nem volt hajlandó a Real Madridról beszélni a játékosokkal. És azok egyszerűen nem értették, hogy miért nem foglalkozik a Karcsi bácsi a Madriddal. Tehát miért beszél Adiról, meg a Kosztolányiról, meg az őszikék versziklusról, meg mindenről az ég, meg a Schlosserről, meg a Sárosi doktorról, meg mindenről, csak a Real Madridról. Nekem otthon elmondta, hogy ez így lesz egészen a mérkőzés kezdetéig, mert most nem akarom nevesíteni, akit mondott, azt mondja, amire X vagy Y-t az egyik játékosa volt. Megtanítom arra, hogy vegye el a labdát a Santillánától, az akkor a Real Madridnek egyik legjobb játékosa volt, addigra már rég kikaptunk 5-0-ra. Tehát ebbe teljesen fölösleges belevágni ebbe, hogy te majd itt lezársz, te meg ott tolódsz, te meg itt megfogod az X-et, te felfutsz a bal oldalon. Annyival jobbak, hogy ha valamivel lehet hatni, az talán a lelki ráhatás. És akkor mondott egy ilyet, hogy most mit vagy, mert mindenki el volt keseredve. A teljesen kétség volt, és a játékosok, hogy a Real Madrid, Jézus Isten, Karcsi bácsi, hát mi? Hát ez szörnyű, hát a Real, és ahogy közeledtek a meccs felé, annál jobban ez a mély depresszió ült a csapaton, hogy a Real Madrid. És akkor aztán ebbe a beszédbe azt mondja, mit akartatok, a Plovdivot? Vagy az Ilinát? Azt mondja, megveritek, és másnap már nem beszél róla senki. Itt, aki ma a pályán van, az a Real Madrid ellen lépett pályára. Aki ide kijön, és itt tért rá a bányászokra, azt mondja, azok a Sikhtából jönnek, a bányának a műszakját hívták Sikhtának. A Sikhtából jön mindenki. A fején van még az a sisak, ami villany van a tetején, és világít. Mert annyi ideje nem volt, hogy hazamenjen, hogy megmosakodjon. A magas a vérnyomása, a gyereket megbuktatják az iskolába, minden baja van. Egyetlen egy dolog élteti, és egy dolog okoz neki örömet, ha titeket, a bányát győzni lát. Éppen eleget kapunk mi ettől a közektől ahhoz, hogy próbáljuk meg ezt valahogy viszonozni nekik. Egyébként ugyanúgy járunk fel, mint a Békés Csaba ellen, és lehet kimenni. Köszönöm szépen. És nyertek. És így jött mindenki. Hogy ez most komoly. Nem lesz, nem lesz, és nyertek. És bejött. Hogy nem lesz ilyen, hogy taktikai táblán, meg húzogatjuk, meg nyilakat rajzolunk, meg minden. Nem, ott nem tartotta fontosnak. De máskor fontosnak tartotta? Persze, de itt akkora különbséget tett a két csapat között, hogy azt ilyen bűvészkedéssel nem tudta volna
közelebb hozni. Tehát, hogyha ő most telenyilazza a taktikai táblát, hogy az ember Laci fusson a, mit tudom én, a Miguel Munoz után, és majd csusszon be neki. Ez az a Munoz, aki? Igen, igen. Elnök volt. Picit most meg is zavarodtam, mert egy olyan név, akit én is ismertem. Na, látod. Én is ismertem. Egyébként édesapádról még akartam egy kicsit beszélni, de tényleg csak megérinteni, hogy a 125 éves évforduló kapcsán, hogy hát talán a egyik legnagyobb edzője volt, nem csak a Ferencvárosnak, hanem a válogatottnak is. És írsz ebben a könyvben, amiről elméletileg beszélgetni kezdtünk, arról, hogy olimpiákat azért már egy idő után mások is komolyan kezdtek elvenni, de amikor még csak a szocialista, vagyis hát bocsánat, a béketábornál volt ez fontos, azért ő két olimpiai aranyérmet nyert a válogatottal. Úgyhogy talán egyik alkalommal még a Ferencvárosnak is volt az edzője közben? 68-ban. 68-ban. Tehát, hogy, ha 64-ben nyert a Tokióba, akkor még Tatabánya, illetve csak ők az olimpiai válogatottal foglalkozó edző volt, mert 62-ben azért hozta el az MLS Tatabányáról, hogy megbízza a majd 64-be pályára lépő tokiói olimpiai csapatnak a felkészítésével. Még nem tudták, hogy kijutnak-e. Négy a svédekkel, meg a spanyolokkal kellett selejtezőket játszani oda-vissza, hogy egyáltalán kijussanak. Tehát ott nyertetek 64-be, és aztán 68-ban Mexikóba, akkor már 67 óta a Fradi edzője volt. Tehát, hogyha, és úgy volt, hogy Ferencváros is, és az a Fradi is bajnokságot nyert, az olimpiai csapat is bajnokságot nyert, annak az évnek a végén lett három játékos a világválogatott, a Novák, a Szűcs, meg az Albert. És akkor kapta 67 decemberében a Flóri az aranylabdát. Szóval meglehetősen gazdag éve volt. Tehát azért valamit köszönhet a magyar labdát. Hát mi igen, mondjuk egy kis legnagyobb eredményeket. Picit. Csak a legnagyobb eredményeket. És ezt mindezt a Ferencváros kötelékében. Természetesen. Soha nem jött volna. Vagy nem hagyta volna el, vagy nem lett volna hűtlen a Fradi. Az őt elküldték a Fraditól 69-be, de ő meg akkor már ő is menni akart, mert akkor egy kicsit úgy összezördült a részint a vezetéssel, részint meg a Varga Zoli disszidált, a Flóri nyakit, talpig gipszbe volt, nem lehetett látni, hogy... Ez talán benne van a tüzes trónban, nem? Hát a tűzes trónban is benne van, meg az apám regényében inkább. Már keverednek a könyveid. Látod? Már keverednek a könyveid. Bocsánat, viszonylag véges itt a műsoridőnk, és azért kötöttem vissza a könyvekre, hogy megkérdezzem, hogy lesz még könyv? Szándékaink szerint most, hogy mondjam neked, hogy ne előre sírásnak mondják, de én azt mondom, hogy 73 éves korában az ember, tehát egy könyv az minimum egy háromnegyed év, de inkább egy. Na most 73 éves korban egy hétre tervez az ember előre magabiztossággal, nem egy évre. Tehát erre csak azt tudom neked mondani, hogy ha az egészségem engedi, ha megkapjuk azt a fajta támogatást, amit eddig minden könyvünkre a Tamással megkaptunk a Sportújságírók Szövetségétől, akkor talán igen, talán biztos lesz. De hát akkor talán néhány, biztos néhány lesz. Lakatté Károly Dénes Tamás könyve. Igen, lesz. Igen. Meg sem merem kérdezni a témáját, a foci. Nagyon valószínűleg. Bár én az az igazság, hogy ma már a vízilabdát a unokám miatt majd, hogy nem olyan vehemenciával nézem meg. Ezt egyébként ebben a könyvben is leírod, hogy vízilabda nagy barátja lett. Igen. Hát akkor ilyen. A következő, most eláruljuk a nézőknek. Nem. Lehet, hogy a következő vízilabda lesz. Megmondom neked miért, mert nem értek hozzá. És az meg ne szóljon bele, aki. Az lehet nagyon lelkes, szurkoló nagypapa. Látod például, a másik unokám van még egy kicsi. Az próbálkozik futballal. Ott tudok mondani olyan dolgot, ami hitelesnek mondható.
na de hát hol vagyok én vízilabdába hiteles? Hát nem, hát... Bármiben. Körülbelül egy év alatt tudnám azt a távot lehúzni, amit a Kós Huber egy világbajnokságon, azt hiszem, nem tudom, 2 perc alatt teljesen. Attól még megpróbálkozhatok. Hát igen, de aki kézbe veszi, az pontosan tudja. Én is minden könyvnél tudom, úgy veszem kézbe, én szerzők alapján olvasok. És pontosan tudom, hogy a szerzőnek milyen affinitása, milyen mély rálátása, milyen igazi, valós, vegytiszta tudása van arról a témáról, amiről könyvet mert írni. Mindenki írhat könyvet, mindenki előtt szabad az út, ma már ezt tényleg nem tiltja senki. De ahhoz, hogy komolyan vegyem, az ahhoz sok minden szükséges. Akkor zárásként biztos, hogy futballal fogtok foglalkozni. Hát ezt megígérhetem. Igen. Jó. Nagyon szépen köszönöm. Én tartom a megtiszteltetésnek a meghívást, és nagyon jól éreztem magam. Remek volt. Köszönöm a figyelmet, ez volt az Öltfehér Nagytotál. 2 hét múlva újra találkozunk, viszontlátásra, hajrá, Fradi!